Traktorok állták el az utat Brüsszel belvárosában, így tiltakoztak a gazdák a dél-amerikai országokkal kötött szabadkereskedelmi egyezmény ellen. Szerintük olcsó dél-amerikai marhahús áraszthatja el Európát, tovább növelve a Brexit miatt amúgy is nagy bizonytalanságot. A Brexitnek nagy hatása lesz a hús szektorra, Írország nagy termelő, de hol adják majd el a húst? Az Egyesült Királyságban, vagy pedig az is visszakerül majd Európába, kérdezte egy belga gazda. A szerződést 28 uniós és 4 dél-amerikai országban kell ratifikálni. Brazília uniós nagykövete azt mondta, az alkú minden félnek előnyös lesz. Az ipar és a mezőgazdaság mindkét oldalon jól jár majd. Mondok egy példát, az európai bortermelők sokat nyerhetnek, hiszen megnyílik előttük Brazília és a többi ország piaca is, mondta a nagykövet. A szerződést még az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagynia, a zöldek, a baloldaliak és a liberálisok is szkeptikusak. Ha megnézzük a Mercosur országok minőségbiztosítási szintjét, nos ez nem európai szabvány. Ha figyelembe vesszük a klímavédelemre gyakorolt hatást, az is nagy, hiszen 99 ezer tonna húst fognak Európába szállítani. A klímavédelemre és a szociális szférára is katasztrofális lesz a hatás, mondta egy belga EP képviselő. Az Euronews tudósítója azt mondta, hogy a ratifikáció hosszú lesz, akár 2-3 évig is elhúzódhat.